Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, Titanfall, Capture the Flag, elképesztően durva játék. Én azt hiszem, Patron kimerem jelenteni, amióta játszom FPS shooterökkel is, és Capture the Flag-et játszok, én ez kijelentem, hogy az egyik legdurvább játékom, és adrenalindúsabb játékom, amit átéltem. Talán MV2-ben, minthogyha annó éltem volna át ilyen élményt, de mégsem, mert ez durva volt. Szóval ilyet játszani. Tudom, sajnos videón olyan szinten nem jön le, meg lehet, hogy néha hallani fogjátok a hangomat is, ahogy nevetek, vagy lehülyézem magam, nem tudom, de nagyon durva menet volt. Tényleg az a kár, hogy videón ilyen szinten nem jön át, de úgy nézzétek el, ellenfél indított jobban, kettővel indított jobban, és utána a csapatuk belendült, mint ahogy az kell azért, ugye, hogy lássatok valamit a videón, ezért én is játszottam a célt, és jól sikerült játszani a célt utána, a csapat nagyon jól összeállt valahogy, és mindenki nagyon játszotta a célt, és hihetetlen játék sikerült, és srácok, figyeljétek a gameplayt, mert nem fogtok csalódni abból a szempontból, és most nem azt akarom mondani, hogy durva killeket fogtok látni, nem olyat fogtok látni, hogy mi az, hogy verseny, és hogy akarat, és hogy céltudatosság, szóval számomra a Capture the Flag erről szól, és itt meg is ragadom akkor az alkalmat, hogy beszéljek újra egy kicsit a céltudatosságról, az akaraterőről, arról, hogy mi az, hogy küzdelem, de játékok szempontjából, szóval nem fogom nagyon bonyolítani, mint a Call of Duty-nél, hogy úgy mondjam. És ugye itt van nekünk ez a Titanfall dolog, ami valljuk be őszintén egy nagyon erősen kompetitív játék. De miért olyan erősen kompetitív játék? Egy kicsit rátérek arra, és azért, mert úgy gondolom, hogy a gamer társadalom, mint olyan, kiemelte ezt a játékot erre a szintre, hogy miért emelhette ki, ez már egy személyes vélemény. Azért, mert annó létezett egy olyan játék, hogy Unreal Tournament, létezett egy olyan játék, hogy Quake, és ezek a játékok bizony megkívánták a játékos tapasztalatát, hogy úgy mondjam, megkívánták az úgynevezett skillt, amit manapság mi úgy hívunk, hogy skill, és igazából megkívánták mindazt, hogy igen, játsszál jól, és a Titanfall a maga parkűrözésével, a maga pályastruktúrájával és játéktípusájával, továbbá összeállított mechanizmusával egy ilyen játék sugallatát kelti. És egyben ez baj is, meg jó is. Tehát úgy gondolom, tehát ez tud baj is lenni, meg jó is tud lenni. Kinek tud ez jó lenni? Azoknak a gamereknek tud ez jó lenni, a Titanfall, hogy van egy ilyen sugallata, hogy ide egy skill kell, és ide csak az lehet jó, aki skill, aki leöli a 600 pilótát, és jól tud parkűrözni. Kinek jó ez? Azoknak a gamereknek jó, úgy gondolom, akik úgy terveznek ezzel a játékkal, hogy komolyan belemennek, és komolyan megtanulják, és kell nekik az a boost, amitől ez a játék versennyé válik. És amíg érzik, hogy ez egy verseny, és mert ugye vannak köztünk olyan emberek, akik akkor teljesítenek jól, hogyha egy versenyről van szó. Vannak köztünk olyan emberek, akik szorult helyzetekben teljesítenek jól, magam is egy ilyen játékos vagyok, illetve az életben is egy olyan ember vagyok, aki pánik helyzetben tud gyorsan és jól reagálni tulajdonképpen. Ugyan valamikor évekig tulajdonképpen versenyeztem sport szinten, de most nem játékszintről beszélek, akkor is csak akkor tudtam jól teljesíteni, egyébként nem dicsekvésként, de jól ment a sport, mint a foci és mint az atlétika, országos szintű versenyeken voltam, de viszont csak akkor tudtam, hogy akkor megy a játék, hogyha beadtam magamnak, hogyha nem nyerek, akkor mit tudom én, nem jutok tovább ide, és ez egy pánik helyzetet váltott ki bennem, ami felszabadította az agyamat azon a téren, hogy úristen, nekem mennem kell. Viszont például volt egy nagyon jó versenytársam, egy barátom egyben, aki ő az a verseny volt, tehát neki kellett a verseny adta adrenalin, neki kellett az, hogy lássa, hogy a célvonalnál együtt indul el mindenki, és ő akar a leggyorsabban rajta, tehát mindenben a legjobb akart lenni. Szóval minden gamer ebből a szempontból is
másképp közelíti meg a játékot, szóval erre akarok kiukadni. Vannak ugye a nyugodtabb stílusú játékosok, akik a nyugodtságból szerzik meg azt a bizonyos dolgot. Hogy lehet ugye nyugodtan maradni egy pályán? Egy tapasztalattal adódik. Itt nagyon durva üldözés volt, és a végén bevitték, ha jól emlékszem, szóval nagyon durva. És ugye tapasztalat kell, akkor nyugodt vagy a pályán, minden döntésedet egy higgadság vezérli, és ez is így van rendben, különbözőek vagyunk. És a Titanfall-ra ráraktak egy ilyen versenyszférát, hogy csak akkor lehetsz jó. Ja nem, leöltem, igen. Jaj, eszembe jutnak a témák. És csak akkor lehetsz jó, hogyha te tudsz a legjobban versenyezni. Na most egy kicsit átfordítom ezt a dolgot, mert tudom, hogy sokan vagyunk gamerek, mint például én is. Ugye a pánik helyzet megint csak ugye megoldódott, pánik helyzet volt, és akkor küzdöttem. Na, és akkor ugye mindenki szeretne jó lenni Titanfallban, te is szeretnél jó lenni Titanfallban, mert a Titanfallban jó érzés jó lenni, minden játékban jó érzés jó lenni, de mivel ezt a játékot ennyire kompetitívnek állították be, és azért valljuk be, tud az lenni, így aztán te is szeretnél jól lenni, de te érzed például ugye, hogy te nem az a játékos vagy, aki az ilyen szintű izgalom és verseny árán tud jó lenni. És ezért talán meg lehet benned egy olyan érzés, hogy ez a játék nem nekem való, vagy nem úgy kéne játszol, vagy mi az Isten van, hogy jobb legyek. És ugye időnként jobban megy a játék, lehet, hogy Titánban jobban megy a játék, pont azért, mert akkor arra nem gondolsz, hogy úristen, itt versenyzik-e, egy rohadt nagy Titánban vagyok, és lezúzok mindenkit, ez jár a fejedbe, és akkor olyan jól is megy a játék, és más Titánok ellen jól játszik. De lehet, hogy pilótaként meg csak az jár a fejem, hogy úristen, jobban kéne parkőrözni, úristen, így kéne lőni, úristen, erre kéne menni, és nem tudod, hogy mit csinálj. Mert lehet, hogy egy bizonyos szempontból rosszul gondolunk erre a játékra. Lehet, hogy rá kéne jöjjünk arra, hogy mi a mi erősségünk ebben a bizonyos játékban, és mi az, amitől mi jók vagyunk általánosban, akkor nem csak játékban, hanem az életben is, mi az, ami kiváltja belőlünk azt, hogy mi jók legyünk. És így kell meggondolni ezt a játékot. Szóval ne arra gondolj, hogy jobbnak kell lenned, mint a többiek, hanem arra gondolj, hogy te magad jónak kell légy saját magad előtt. És hogyha eljutsz eddig a szintig, akkor már másképp fogsz játszani, mert csak azt fogod nézni, hogy te mit tudsz, és te hogyan tudsz játszani. És hidd el, azon kívül, hogy akkor elkezded élvezni igazán a játékot, azon kívül jobban is fogsz tudni teljesíteni, mert olyan helyzetet teremtesz magadnak elő, amivel kiváltod azt, hogy jobban teljesíts. Mint például ugye nálam is szokott lenni ez a pánik helyzet. Legtöbbször, én akkor vettem észre ezt, azon kívül, hogy versenyben, de hogy játékban is beválik nálam ez a dolog, amikor például ugye lőttek hátulról, megfordultam és pim, helyből fejre céloztam. És különböző helyzetekben, mint például egy ilyen rush helyzetben, mint ahogy Capture the Flag, hogy ellopják a zászlónkat, visszük a zászlót, elmegyek a zászlóért, és ezt mind úgy éltem meg a játékban, hogy hoho, ha ezt megcsinálják, akkor itt baj lesz, akkor vesztünk, akkor valami is kialakult egy pánik helyzet, az agyam ráment arra, hogy rögtön kereste az optimális megoldást, hogy és mit kellene csinálni, és akkor bevált. És természetesen ez a játék nem rajta múlott, de nagy részt múlott azon, ahogy én nézem, ahogy megvédtem a zászlót és bevittem a zászlót, múlott azon is, hogy én is beletettem magamat, és jól sikerült beletenni magamat. Azért sikerült jól beletenni magam a játékból, mert azt az érzést hoztam elő magamból, ami kiváltotta azt a bizonyos pánik helyzetet, és akkor tudom, hogy jól reagálok dolgokra. Így aztán ebből a szemszögből lett sikeres ez a játék. Tehát vannak azok a pillanatok is természetesen, amikor így nem akarok se versenyezni, se bánik helyzetet se csinálni, se semmi, hanem csak úgy lövöldözni akarok, de az hihetetlenül meg is látszik a staton. Szóval akkor nem ölök annyit, nem megy úgy a játék se, viszont úgy el vagyok benne, úgy élvezem. Aztán van tényleg az a izé, amikor úgy élvezem ezt a játékot, kurva, és akkor megint csak jól, mert több olyan dolog is van egy gamernek,
amiben ő kapaszkodhat azért, hogy jó legyen. És ne felejtsd el, hogyha úgy gondolsz egy játékra, mindegy, hogy Titanfall, Call of Duty, Battlefield, Counter-Strike, stb. Ha úgy gondolsz egy játékra, hogy te pro akarsz lenni benne, versenyszférában akarsz helyezkedni, vagy csak van egy klánod és hírnevet akartok szerezni magadnak, akkor ne felejtsd el azt, hogy neked individuálisan, mint embernek, egyénnek arra kell gondolnod, azt kell kihoznod magadból, amiben te jó vagy. Azt az érzést implantáld bele az agyadba, ami segít neked abban, hogy jó legyél. És hogyha például egy klánvezér vagy, akkor igyekezz meglátni az embereidben azt a tehetséget, azt a észbéli tehetséget, azt a lelki tehetséget, hogy így mondjam, ami megvan bennük egyénként, és azt erősítsd. Ha például valaki nagyon jól versenyzik, akkor add meg neki a verseny lehetőségét. Ha például valaki nagyon jól védekezik, add meg neki ezt a védekezést, és nem mond neki azt, hogy neked gyúrni kell a támadásra, mert nem fog gyúrni a támadásra, mert ő abban jó, a védekezésben jó, és így egyénenként ki kell, ez azért nem semmi, így ezt egyénenként kell rá gyúrni az emberekre, és így hozod össze a csapatot tulajdonképpen, és így hozod össze magadat is, mint gamer, azért ez így nem semmi jelenet volt, azért meg kell vallani őszintén, nagyon durva volt, ahogy elkaptam az ászlót, lelőttem az ellenfelet, és utána menekülök egy ogréval, aminek alig van élete, hátam mögött titán, előttem titán, makkos shieldkor bekapcsol, eszembe nem jutott volna a shieldkor, hogyha nincs ez a pánik helyzet, és hogy addig kibírjam, és eszembe nem jutott volna, hogy ugráljak, mint a hülye, mert lőnek mögöttem, hogyha nincs meg az a bizonyos pánik helyzet, ha nincs meg az a pánik helyzet, nem tudom lelőni ezt a pilótát se, és bevinni az ászlót, és nem adni föl. Ez az, ami változtat, egy olyan csavart a játékodon neked, és hogyha ráismersz azokra a dolgokra magadban, amiktől te gyorsan és jól, precízen tudsz reagálni. Ennyi lett volna. Azt hiszem, egy nagyon jó témát dolgoztam fel most, még számomra is érdekes volt. Várom a kommenteket, nagyon kíváncsian, és szeretném, ha hozzáfűznétek, ti mitől vagytok jó? Mi az, ami titeket bepörget? Mi az, amitől jobbak lesztek, ami megadja azt az érzést, hogy jobbak legyetek? És hajrá, indítsátok meg a sztorizgatást, mert indítsátok meg, mert tudom, hogy ha megkérlek titeket, akkor írtok, de amúgy rohadt lusták vagytok írni. Úgyhogy arra már meg se kérlek, hogy lájkoljatok, mert az a lustaság elvesz titeket. Szóval legalább írjatok oda valamit, hogy én ettől vagy attól vagy amattól, úgyhogy nem, legyetek lusták. És még azok is, akik nem Titanfall-oznak, mert ez nem csak arra szól, csak a Titanfall egy jó játék erre. Úgyhogy, ja. Úgyhogy ne legyetek restek írni, vagy mi a fene. Sziasztok!